Ferenc pápa imája az ökumenikus ima héten. Interjú a szinodalitásról szóló szinódusról. Fénykép, amely bejárta a világot egy szíriai családról. Itt a Római Riportokban. Ferenc pápa egy vesperással zárta az 55. ökumenikus imahetet a római falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Rövid ideig néma csendben imádkozott Szent Pál sírjánál. A pápát az alkalomra elkísérte a Keresztény Egység pápai tanácsának elnöke Kurt Koch bíboros, Polikárposz Stavropulosz, az ökumenikus pátriárkátus képviselője, és Jan Ernest anglikán püspök, a Canterbury érsek római helynöke. Több keresztény felekezet hívei gyűltek össze erre az estémára. Az idei témát a Közel-Keleti Egyházak tanácsa választotta. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Homéliájában Ferenc pápa arra buzdította a keresztényeket, hogy a bölcseket tekintsék példaképül. Desideriamo e camminiamo insieme, sostenendoci a vicenda, come hanno fatto i magi. La tradizione li ha spesso raffigurati con abiti variegati, a rappresentare popolazioni differenti. In loro possiamo vedere e riflettere le nostre diversità, le varie tradizioni e le esperienze cristiane. Ma anche la nostra unità, che nasce dallo stesso desiderio, guardare il cielo e camminare insieme sulla terra. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények egységéhez alázatra van szükség. Questa è la via, piegarsi verso il basso, mettere da parte le proprie pretese per lasciare al centro solo il Signore. Quante volte l'orgoglio è stato il vero ostacolo alla comunione. Mivel ez a megemlékezés mindig Szent Pál megtérésének az ünnepére esik, a pápa arra hívta a keresztényeket, hogy az apostol nyomdokain találjanak rá az alázatban, a testvériségben és az imádásban Isten útjára. Kifelé menet a pápa köszöntötte a különféle egyházak és keresztény közösségek képviselőit. Ferenc pápa találkozott a Katolikus Média Nemzetközi Konzorciuma tagjaival, tudósokkal, teológusokkal és bioetikusokkal, akik együtt küzdenek a pandémia során kialakult hamis információk ellen. A pápa megjegyezte, hogy nem csak a koronavírus, hanem a félretájékoztatás pandémiájának is tanúi vagyunk. Non possiamo nasconderci che in questo tempo, oltre alla pandemia, si diffonde la infodemia. Cioè la deformazione della realtà basata sulla paura che nella società globale fa rimbombare echi e commenti su notizie falsificate se non inventate. Cerchiamo di operare per la corretta e veritiera informazione sul Covid-19 e sui vaccini. Hosszan beszélt arról, hogy az embereknek szüksége van a tudomány által alátámasztott megbízható információkra. Essere correttamente informati, essere aiutati a capire sulla base dei dati scientifici e non delle fake news è un diritto umano. La corretta informazione va garantita soprattutto a coloro che sono meno provvisti di mezzi, ai più deboli, a coloro che sono più vulnerabili. Azt kérte a szakemberektől, hogy ne a kattintások számát tartsák elsősorban szem előtt. La ricerca della verità non può essere piegata a un'ottica commerciale, agli interessi dei potenti, ai grandi interessi economici, no. Essere insieme per la verità significa anche cercare un antidoto agli algoritmi progettati per massificare la redditività commerciale. Significa anche promuovere una società informata, giusta, sana, sostenibile. A Katolikus Média Nemzetközi Konzorciumát azzal a céllal hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a COVID-19 védőoltás tudományos megalapozottságára, és visszaszorítsák az ehhez kapcsolódó álhíreket a katolikus közösségekben.
Ferenc pápa Szent Józsefről szóló katekizmus sorozatát arról elmélkedve folytatta, hogy hogyan viszonyult Jézus nevelőapja a döntésekhez. Elsősorban Isten hangját próbálta keresni minden helyzetben. Dio non ci promette che non avremo mai paura, ma che con il suo aiuto essa non sarà il criterio delle nostre decisioni. Giuseppe prova la paura, ma Dio lo guida attraverso di essa. A pápa kérte a szülőket, ne engedjék, hogy a félelem vezesse őket, különösen, ha súlyosan beteg gyermekeket gondoznak, vagy ha a gyermeknél eltérő szexuális irányultságot tapasztalnak. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli, e come gestire questo e accompagnare i figli, e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio. Az általános kihallgatás végén a pápa megemlékezett a holokauszt nemzetközi emléknapjáról is. Kérte azt is, hogy imádkozzunk az ukrán helyzetért, a térség békéjéért. Chiediamo con insistenza al Signore che quella terra possa veder fornire la fraternità, superare ferite, paure, divisioni. Ezután a pápa tért problémáiról is beszélt a jelenlévőknek. E mi permetto di spiegarvi che oggi non potrò andare fra voi per salutarvi, perché ho un problema nella gamba destra, si è infiammato un legame nel ginocchio, ma scenderò e vi saluterò lì e voi passate per salutarvi. È una cosa passeggera. Dicono che questo solo viene ai vecchi e non so perché è arrivato a me, ma non so. A pápa humorát tapssal díjazták a zarándokok. Január 27-én a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából Ferenc pápa azt kérte, hogy tartsuk ébren a fiatalok tudatában azt a történelmi korszakot. È necessario ricordare lo sterminio di milioni di ebrei e persone di diverse nazionalità e fedi religiose. Non deve più ripetersi questa indicibile crudeltà. Essa non va dimenticata, affinché si possa costruire un futuro dove la dignità umana non sia più calpestata. Lídia Maximovicsot alig 3 éves korában deportálták Auschwitzba, ahol kísérleteket végeztek rajta. A túlélő egy festményt is hozott, amely megörökíti első találkozását Ferenc pápával 2021 májusában. E ha scritto un libro di cui lei ha fatto la prefazione e oggi ricordiamo questa storia incredibile. A Szentpéter téren az Úrangyala elimádkozásakor január 24-én egy nagy transzparenst lehetett látni azzal a felirattal, hogy a béke emberi jog. Nagy a feszültség Oroszország, Ukrajna és az európai NATO tagországok között. Azt gondoltuk, fontos idejönni és lehetőséget teremteni Ferenc pápának, hogy szerepet játszon abban, hogy összehozza ezeket az embereket azért, hogy tárgyaljanak és ne háborúzzanak. A Béke Kultúrája Társaság képviselői ezt a levelet adták Ferenc pápának, arra kérve őt, hogy tegyen lépéseket a háború megelőzésére Ukrajnában. Ez pedig a transzparens másolata ugyanazzal a sürgető felirattal. Pablo Picasso festménye van rajta, amely a nemzetek békéjét jeleníti meg. Január 26-án az Ukrajna békéjéért való imanapon Círok ismét részt vett az általános kihallgatáson. Ez alkalommal Ferenc pápa hangot adott Ukrajna miatti aggodalmának. È un popolo sofferente, ha sofferto la fame, ha sofferto tante crudeltà e merita la pace.
A pápának fontos szerepe lehet abban, hogy azt mondja, teremtsünk olyan struktúrát Európában, ahol mindenki biztonságban érzi magát, és nem olyat, ahol egyik oldal azt gondolja, én nem vagyok védett, te pedig az agresszor vagy. A pápának van lehetősége, és nem csak szavakkal és imával, de diplomáciai úton is. Az elmúlt 30 évben a Békekultúrája Társaság számtalan konferenciát és jótékonysági koncertet szervezett, hogy a konfliktusos zónákban előmozdítsák a békét, és vége legyen minden háborúnak. A szervezet művészeket és békeaktivistákat tömött. Fernando Filoni bíboros feladata volt, hogy megszervezze a pápa és a visszaélések áldozatai közötti első találkozót. Erre az Egyesült Államokban került sor, amikor 16. Benedek pápa 2008-ban odaérkezett apostoli látogatásra. Vatikáni államtitkár helyettesként a pápai utak megszervezése volt a feladatom abban az időben. 16. Benedek beszélni akart velem, és azt kérdezte tőlem, hogy mit gondolok arról, hogy találkozni szeretne a visszaélések áldozataival, és hogy hogyan történhetne meg mindez. Korábban is benyújtottak már kérést ilyen találkozóra, de mindenki óvatos volt vele, mert az ilyen természetű dolognak még nem volt precedense. Az a döntés született, hogy legyen egy diszkrét találkozó mindössze néhány emberrel. XVI. Benedek pápa ügyelt arra, hogy két szempontot ne veszítsen szem elől. Az egyik az áldozatok iránti tisztelet. Óvni akarta az identitásukat, ami miatt nem akart tévékamerákat a helyszínen. A másik dolog pedig, amit nem akart, hogy a találkozás csupán egy jóhiszemű látványosság legyen, ami után mindenki megy a maga dolgára, mihelyt véget ér. Azt szerette volna, hogy ez az esemény egy spirituális és imádságos találkozás legyen. Ezekre a megfontolásokra hivatkozva is válaszol Fernando Filoni bíboros azokra a kritikákra, amelyek 16. Benedek pápát érik a visszaélési esetek kapcsán. Megerősíthetem, hogy a pápa komoly intellektuális és morális őszinteséggel foglalkozott a dologgal. Számomra ez az őszinteség minden más kétely ellenében is megkérdőjelezhetetlen. Ez az én tanúságtételem. Szemtanúja voltam a helyzetnek, és kötelességemnek érzem megosztani azokkal, akik nincsenek ennek a tudatában. Ez az a 16. Benedek pápa, akit én ismerem. Filoni bíboros azt is felidézte, hogy 16. Benedek pápa jelentős jogi reformokat kezdeményezett az egyházban, hogy megelőzzék és elítéljék a visszaéléseket. Elmondása szerint a pápa konkrét lépéseket tett azért, hogy ezek a dolgok ne merüljenek feledésbe. József Ratzinger, a mai 16. Benedek emeritus pápa több mint 50 éven keresztül kulcsfigurája volt a katolikus egyháznak. Norberto González Gaetano közvéleménykutató szakértő szerint az elmúlt időszakban egyetlen püspököt vagy pápát sem vizsgáltak alaposabban, mint őt. Nem titok, hogy 16. Benedek pápának, a korábbi Ratzingernek rossz a sajtó vízhangja. Számomra kutatóként ennek az oka rejtély. Egy olyan kép él róla a médiában, ami lassan egyfajta sztereotípiává vált, amit kritikátlanul ismételgetnek, de az nem azonos azzal, amit általában gondolnak róla az emberek. Jérôme atya szerint a nyugalmazott pápa rossz sajtóvízhangja a II. Vatikáni zsinatig vezethető vissza, ahol Ratzinger szakteológusként volt jelen, és megtagadta a sajtótól, hogy a zárt ajtók mögötti ülésekről tudósítson. A média nagyon fontos a közvélemény szempontjából. Ratzinger valahogyan nem érzékelte a média hatalmát a zsinat idején 1965-ben.
És voltak olyan teológusok, akik egy-egy ülés után nyíltan beszéltek, és mondták el a véleményüket a sajtónak a zsinati ülésekről. Ratzinger nem használta a médiát a II. Vatikáni zsinat alatt, és ennek az eredménye Jérôme atya szerint, hogy a sajtó gyakran negatívan állította be pozitív híre ellenére is. 16. Benedek pápasága alatt a zarándokok száma az általános kihallgatásokon viszont folyamatosan növekedett. A tudományos körökben pedig sokkal nagyobb tisztelet övezi, mint amit a média mutatott róla. Főként azok tartják nagyra, akiknek lehetőségük volt együtt dolgozni vele. Látva ezeket a tényeket, el kell gondolkodjunk. Ratzingernek valóban rossz a sajtója, de negatív benyomást tett az értelmiségre is? Negatív benyomást tett a nyilvánosságra, vagy sem? Rá kell kérdezzünk ezekre a dolgokra, hogy helyes egyensúlyt találjunk a sztereotípiák között, amelyek 16. Benedeket övezik, aki egyébként egy nagyon alázatos és a párbeszéd terén is kiemelkedő képességekkel rendelkező ember. Ezek a kutatók abban bíznak, hogy az emberek képesek a főcímek mögött meglátni korunk forradalmi pápáit. A szinodalitásról szóló szinódus tavaly októberben vette kezdetét a Vatikánban. De sokaknak még nem teljesen érthető, hogy mit jelent a szinódus a szinodalitásról. Ezért kereste meg szerkesztőségünk Nathalie Bécart szerzetes nővért, a püspöki szinódus segédtitkárát. Az a nehézség a szinódussal, hogy az egy elvont fogalom. A szinódus és az egyház fogalmunk rokon értelműek, szóval az egyházról szól. Milyen egyházat szeretnénk ma? Még pontosabban, mire hívja Isten az egyházat, milyen legyen, hogy elérje az embereket ma, és a század egyháza legyen. Nathalie nővér több éves menedzseri és marketinges tapasztalata sokat segít ebben az új szerepben. Feladata megerősíteni azokat, akik szerint a szinódus szükségtelen változásokat fog előidézni az egyházban. Mindenki egyetért abban, hogy világunk nagyon gyorsan változik, és a pandémia idejét éljük. Nem lehetünk ugyanazok, miközben a világ változik, és az egyház a világban van. Így meg kell találni a módját, hogyan teljesítse hűségesen a küldetését. A nővér a változásokban való eligazodás képességét egy tengeri élményből meríti. Kapitány volt ugyanis egy olyan vitorláson, amelyre fiatalokat vitt lelki gyakorlatra. Az ottani tapasztalata segíti a jelenlegi áramlatokban navigálni. A hajózás mindig kockázatos, természetes, hogy félünk, de mint jó hajós, tudod, hogy merre vannak a jó áramlatok, és merre vannak az ellenséges áramlatok, és ezek között hogyan kell navigálni. Ez igaz az életünkre is. Meg kell találni azokat a jó irányokat, amelyek az életre, a szolgálatra, az örömre segítenek, de szembe kell nézni a félelmekkel, a problémákkal is. És meg kell ugyanúgy találni, mint a tengeren, hol vannak a jó és a rossz áramlatok. Az egyház egyik legősibb képe a vízen lévő hajó, amely nem fél nekivágni a messzeségnek és a mélységnek. Ferenc pápa megszólalásaiban nagyon gyakran hangot ad annak, hogy a menekültek emberséges életkörülmények közé kerüljenek. Quante condizioni indegne dell'uomo. Quanti hotspot dove migranti e rifugiati vivono in condizioni che sono al limite, senza intravedere soluzioni nell'orizzonte. Az ENSZ szerint a rekordalacsony hőmérséklet a Közel-Keleten kihívás elé állítja a sátrakban is rögtönzött menedékhelyeken élő kitelepített családokat. Az ENSZ menekültügyi szervezetének becslései szerint több mint 10 millió belső menekült van Szíriában, Irakban, Libanonban, Egyiptomban és Jordániában. Télen több mint 3,3 millió menekültnek van szüksége segítségre. Néhányuknak ez már a 11. egymást követő tél, amit kitelepítettként élnek át.
Ezt a képet a 2021-es Szienai Nemzetközi Fotóversenyen az év fotójának választották. A címe az Élet kihívásai. Az apa egy szíriai bombázás során vesztette el a lábát. Fia, Mustafa, lábak nélkül született, mert a háborúban vegyi támadás érte az édesanyját a várandossága alatt. A képet Mehmet Aslan készítette. A szíriai háború pontos ábrázolásának tartják, azonban a remény ódája is. A fesztivál szervezői úgy döntöttek, hogy adománygyűjtést szerveznek azért, hogy a családot eljuttassák Olaszországba egy olyan központba, ahol megkaphatják a kezelést és a szükséges protéziseket. Amikor láttuk, hogy a képet színészek, híres emberek és a világ legfontosabb hírcsatornái posztolják újra, az elégedettségen túl, amit azért éreztünk, hogy sikerült elterjeszteni ezt a fotót, azon kezdtünk el gondolkodni, vajon elég-e arról beszélni, hogy ez a történet a háború következményeinek példájaként szerepel, vagy tudunk-e többet tenni azért, hogy valóban megváltoztassuk ennek a családnak az életét. Luca Venturi, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy eddig annyi pénzt sikerült összegyűjteni, amiből a család Olaszországba juthat, és elsődleges orvosi ellátásban részesülhet. Még hosszú út áll előttük, hiszen további adományokat kell gyűjteniük ahhoz, hogy a növekedésben lévő kisfiúnak újabb és újabb protéziseket tudjanak biztosítani. Sokran! Következő adásunkban Ferenc pápa üzenete a megszentelt élet ünnepén, itt a Római Riportokban.